A COVID-19 okozta világjárvány derékba törte mind a globális, mind a hazai turizmus elmúlt időszakot jellemző szárnyalását. 2020-ban a nemzetközi utazások világszinten 74%-kal maradtak el az egy évvel korábbitól. A szigorú utazási korlátozások és az egészségügyi elővigyázatosságból fakadó keresletcsökkenés következtében. Az elmúlt évben mintegy 1 milliárddal kevesebb turisztikai célú nemzetközi utazás valósult meg. A 2021-es nyári szezon azonban a globális turizmus járvány utáni első fő próbája lehet. A lakosság átoltottsági szintje ugyan még országonként változó, a vakcina útlevél bevezetése sokat lendített a helyzeten. Bár a végső kilábalást nehezíti a gyors terjedésű delta vírus variáns megjelenése, az világosan látható, hogy ahol nyitás van, ott az újra igénybe vehető szolgáltatásokat lelkesen üdvözlik az emberek. Ungi Erika utazás közvetítő elmondta, az utasok május végétől kezdtek újra érdeklődőbbé válni, s a tapasztalatai szerint nagyon sokan kifejezetten a nyaralás miatt oltatták be magukat, hogy biztonsággal tudjanak vakációzni. Az utazás közvetítő kitért arra is, hogy az utazási hajlandóság nagyon gyorsan visszatért, azonban a foglalási időpontok egyértelműen lekorlátozódtak a nyár néhány hónapjára. Főként és leginkább a repülős úti célokat keresték, azokat érezték leginkább megbízhatónak, mint például a Török Rivierát, a Görög-szigetek egyes részeit, Kréta, ami árérzékeny és nagyon jó áron működött egész nyáron, de a többi Görög-szigetre is elvétve van foglalás. Viszont azt azért látni kell, hogy lekorlátozódott az időszak, amit utazásra terveztek, tehát a június, július, augusztus hónap, és szeptemberben már elvétve van egy-egy érdeklődés. A statisztikák szerint alapvetően a magyarok 75%-a egyénileg utazik, a korábbiakhoz képest ebben az évben azonban több turista választotta az utazási irodák által szervezett utakat, mert az nagyobb biztonságot jelentett számukra. Az egyik legnépszerűbb úti cél továbbra is Horvátország. Az idén eddig több mint 172 000 magyar turista, 880 000-nél is több vendégéjszakát töltött el Horvátországban, ami az előző év azonos időszakához képest 90%-os növekedést jelent.